Az első világháború előtt 7-szer akkora erdőterülete volt Magyarországnak, mint a trianoni békediktátum után, és a szocializmus nem éppen környezet és emberbarát erdőgazdálkodásának köszönhetően ez a terület is tovább csökkent. A közelmúltban az Erdők Világnapja apropóján beszélt a jelenlegi helyzetről és az utóbbi évtized fejlesztéseiről az erdőkért felelős államtitkár. 2010 óta a klímaváltozás nehézségei ellenére fenntartunk 1 millió hektár állami erdőt, építettünk 52 darab új kilátót, 40 erdei szálláshelyet, 17 látogatóközpontot létesítettünk, 11 erdeiskolát hoztunk létre, és mintegy 150 létesítményt pedig felújítottunk. Összesen 27 milliárd forintot fordított a cégcsoport a turisztikai fejlesztésekre. Az állami erdőgazdaságok által kezelt erdőterületeken 40-50 millió látogatót fogadnak, ám közülük is kiemelkedik a Pilisi parkerdő, amely nagyon kis területen nagyon sok erdőjárót fogad, illetve szolgál ki. Budapest főváros közvetlen környezetében mintegy 5000 hektárnyi erdőterületet kezelünk. Ha egy kicsit tágabban nézzük, akkor a Pilisi parkerdő területen további több mint 50 ezer hektár erdőt kezelünk. Ezek az erdők azok, amelyek biztosítják a kellemes klímát, a kikapcsolódást, a rekreációt annak a 30 millió látogatónak, aki évente megfordul az erdeinkben. A klímavédelemhez, illetve többek között a főváros elfogadható levegő minőségéhez viszont az erdők folyamatos megújítása kell. Ez különösen azokra a területekre igaz, amelyek 2014. decemberében elszenvedték az utóbbi évtizedek legjelentősebb jégtörését. Mint emlékeznek rá, 8 éve a 300 méter feletti erdőket egy hatalmas ónos eső tizedelte meg, és a Budapest környéki erdők területének harmada térdre kényszerült a jégtámadásától. Egy egyszerű szemlélődő számára a jégkárnak a nyomai most már 2022-ben annyira nem fedezhetőek fel az erdeinkben, ugyanakkor a szakember szeme még mindig látja, hogy itt mi történt 2014-ben. Még most is tartanak olyan beavatkozások az erdőterületen, amik kifejezetten a fáknak a növekedését szolgálják. Ápoljuk ezeket az erdőket, megtisztítjuk a különböző özönnövényektől, illetve természetesen olyan beavatkozásokat végzünk, amik az erdő záródását mi hamarabb elősegíteni tudják. A jégtörés a Budapest környéki erdőkben 10 000 hektárt nagyon súlyosan károsított, és ebből 100 hektárt szinte a föld eltett egyenlővé, vagyis itt újra kellett telepíteni az erdőt. Szerencsére gyorsan jött a segítség, az SOS bajban az erdő kampány keretében 50 ezer felajánlás érkezett. A 2015-ös évünk az a kárfelszámolással telt el, a sérült faanyagot el kellett távolítanunk a területről, ezzel a munkálattal nagyjából 2016-ra végeztünk, és közben ezzel párhuzamosan megkezdtük a sérült, károsodott erdőknek a felújítását. A Pilisi parkerdő eltökélt volt, illetve elkötelezett volt abban a tekintetben, hogy azért a természet generálódó képességét is használni tudjuk, alkalmazni tudjuk itt az erdők megújulása során. Azért akkor, mint egy 100 hektáron, azért nekünk embereknek is be kellett ahhoz avatkoznunk, hogy ott azon a területen újra erdő lehessen. Ezen a 100 hektáron információink szerint makkot, illetve facsemetéket ültettek az erdészek, és egy évtized múltán már csak a régi felvételek emlékeztetnek a jégtörés utáni katasztrofális állapotokra.